Sirimon váradi hágáék három kutyát nevelnek. Azt mondja, ebben a nagy hidegben két dologra odafigyelnek. Az egyik legfontosabb, hogy ne fázzanak kedvenceik, ezért kibérelik a kutyaházat, a kis testű kutyusra pedig kabátkát adnak. Ilyenkor több tápot kapnak, és próbálunk nagyobb energiatartalmú tápot adni nekik, hogy szinten tudják tartani a testhőmérsékletüket. Kétszer is adunk nekik, ugye nyáron csak egyszer kapnak este lefekvés előtt. Hát a vizet is ugye naponta többször figyelem. Az állattartás nem csupán hobbi, felelősség is, ezért minden esetben figyelni kell a velünk együtt élő kedvenceinkre, a hóban, fagyban pedig fokozott törődést igényelnek. Kezdjük ott, hogy napközben állandóan érdemes őket mozgatni. Vigyáznunk kell, mert ha nagyon mínuszok vannak, akkor a levegő sem jó, a hideg levegő, hogyha beszívják. Tehát túl sok mozgás, túl hirtelen mozgás nekik sem jó, úgy, ahogy nekünk sem jó. Valamint a talpuk, mivel hogy rajtuk ugye nincsen cipő, érdemes egy-egy mozgatás után egy kicsit bekenegetni nekik akármilyen kis kamillás, vagy valamilyen száraz bőre való krémmel, hogy ne száradjon ki nekik nagyon a talpuk. Hozzátette, éjszakára még a nagy testű kutyákat se hagyjuk kint. Megfelelő hely lehet számukra a pince, a melléképület, de szükség esetén beengedhetjük őket a lakásba is. A megfelelő kutyaház kialakítására is felhívta a figyelmet. Kellőképp szigetelt kell, hogy legyen, tehát nem szabad csak egy egyszerű vékony falu kutyaházat alakítani ki a kutyának, nem szabad, hogy túl nagy méretű legyen, tehát a beltere sem szabad, hogy túl nagy méretű legyen, ugyanis akkor a kutya nem tudja bemelegíteni a testével. A legkezdetlegesebb és legjobb megoldás szalma, forgács, bármi ilyesmit tömegével berakunk a kutya alá, nagyon jó. Arra nagyon kell figyelnünk, hogy némelyik kutya allergiás erre, tehát ha ez nem válik be, akkor sajnos vastag szőnyeg, pléd. A kistestű ebeken oly sokszor látható ruha sem a gazdi hóbortja. A kutyaruha az igenis, hogy kell a lakásban tartott kutyákra. Nyilván arra a kutyára vonatkozik ez, amelyik állandóan lakásban van. Lejön a zsírréteg a szőréről, és muszáj védenünk valamivel a kutyát, hogyha kijön a minuszokba. Az állatorvos arra is felhívja a figyelmet, hogy a megszokottnál sűrűbben kell ellenőrizni azt, hogy a ház körül élő állataink jól vannak-e. A kihűlt állatot a meleg helyen át lehet masszírozni. Ha van melegítő párnánk, akkor azt ajánlatos kisfokozatra kapcsolni és ráfektetni az állatot. Egy dolgot nem szabad, ha van egy kihűlt állatunk, egy rosszul mozgó állatunk, és valóban azt tapasztaljuk, hogy kihűlt, nem szabad etetni és itatni. Tehát először rendezni kell az állatnak a hőmérsékletét, a belső hőmérsékletét rendezni kell, és utána szabad csak az állatot etetni, itatni. A kis állatoknak is sok gondot okozhatnak a mínuszok. Ilyenek például az ízületi és a felső légúti megbetegedések, amelyek kialakulását egy kis odafigyeléssel elkerülhetjük, így kedvenceink egészségesek maradnak.